Jobban tartottak! Törvény nem minden cselekvényig fejezze be! Feküdjön a földre! Én nem fekszek ki sehova! Pajzsot le! Pajzsa és szolgálati kutyával hajtottak végre feladatot a megye kommandósai a rendvédelmi napon a Kossuth téren. Nagy figyelemmel nézte a közönség a bemutatót. Ehhez hasonlót leginkább csak a filmekben látni, pedig a rendvédelmezőinek ez is a mindennapi feladataik közé tartozik. Farkas József rendőrdandátábornok kiemelte. Ez a nap ünnep minden rendvédelmi területen dolgozónak. Hozzátette, megtisztelő, hogy a szomszédos országok szakemberei is részt vesznek az eseményen. Ne felejtsük el, hogy itt az országnak ebben az északkeleti szegletében három határ mellett vagyunk, és őriznünk el a határt, a határbiztonságot, és nem csak a határon, hanem mélységében is. Én azt gondolom, az elmúlt héten a megyei közgyűlésnél tett beszámolom alkalmával, jelentést tettem róla, tájékoztattam a megyei képviselőtestületet, hogy milyen erőfeszítéseket tettünk, és nyugodtan mondhatom, hogy a határon, a határ közelében a megfelelő határbiztonság garantált. Megyénket nagyon minimális mértékben érinti az illegális migráció, de ott vagyunk a résen, éberen kell lenni, és nem utolsóban az ország védelméből is kiveszünk a részünket, hiszen jelen pillanatban is mintegy 88 munkatársam van lent a déli határszakaszon. És hát a határrendészet kapcsán nem csak a határőrséggel, de a szomszédos túloldali rendőri szervekkel is kapcsolatba kell lenni, mert a bűnözés nem ismer határokat, akár Ukrajnából, akár Romániából, de még a szlovák területről is átjárnak bűnözők. Látványos bemutatók, kiállított technikai eszközök és színes programok nyújtanak betekintést a rendvédelmi és fegyveres szervek munkájába kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Nem csak a rendőrség szakemberei, de a Honvédség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Büntetés Végrehajtás és a Katasztrófa Védelem munkatársa is képviseltették magukat a rendezvényen. Leskovics Zoltán tűzoltóarezredes szerint ez a nap egyfajta toborzást is jelenthet a rendvédelmi szerveknek, hiszen rengeteg fiatal kíváncsi a munkájukra, és a közelebbről is megismerhetik a szakmát, talán többen választják a rendvédelmi hivatást. Szent György és Szent Forrén nap között rendezzük meg itt a Nyíregyházi Központi téren, a Kossuth téren ezt a rendvédelmi napot. Célunk ezzel az, hogy bemutassuk a rendvédelmi szervek munkáját. Egyfajta toborzás is jelenthet, hiszen rengeteg fiatal megjelenik ilyenkor a téren. Közelebbről megismerhetik azokat az eszközöket, felszereléseket, járműveket, amelyek a rendvédelmi szervek tulajdonában vannak, így a katasztrófavédelem gépjármű fecskendőit, különleges szereit is. A Kossuth térre kilátogatók konténertűzoltással, kommandós akcióval, de akár sorozatlövés bemutatóval is találkozhattak.